Szemerej Leventének, a tavalyi év legjobb magyar junior atlétájának egyik szeme sír a másik nevet éppen. Mint a 3000 méteres akadályfutás magyar bajnoki címvédőjének, az idén ugyanis át kellett adnia a trónját a kecskemétiek üstökösként berobbant hosszú táv futójának, Palkovics Istvánnak, aki az OB-n és a Ligakupa döntőjében le tudta győzni őt. Úgy, hogy ő is egyébként egyéni csúcsot futott. Borúra jött a közeli napokban a derű, amitől okkal mosolygós a Szekszárdi Sportközpont legkiválóbb atlétája. A 10.000 méteren a magyar felnőtt bajnokságon visszavágott Palkovicsnak. Egyéni csúcsot futott Levi, és a rá legveszélyesebb veszprémi atlétát 9.500 méter után faképnél hagyta a szekszárdi középtávfutó. 10.000 méteren felnőtt magyar bajnoki címet ünnepelhetett az U23-as korcsoportú középtávfutó. Egyébként 4,5 másodperccel volt gyorsabb Palkovicsnál, akinek egyébként eddig legalábbis a 10 kilométer volt a főszám. Palkovics Pistire mindig számítottam, így 5000 és 6000 méter után bementem, direkt meg magam elé engedtem, hogy majd amikor ő elindul, akkor majd egyből tudjak vele menni, de ez nem következett be. Így igazából most már csak az egyik maratonistára figyeltem, 8000-9000 méter körül a Csere Gáspárra. A gyorsaság ekkor már fontosabb volt, mint az állóképesség, az előbbiben Levi volt a jobb. Ott már mindenféleképpen a gyorsaság, mert ugye a maratonhoz nagyon nagy állóképesség kell. A 10.000 méter nagyon jól megfér a 3000 akadály mellett, egy tavaszi, illetve őszi versenyre fel tudnak készülni edzőjével. Elég is tudnék olyan cikket szedni, amiben lenyilatkoztuk télen, hogy az idei évet arra szeretnénk beáldozni, hogy a Levinek a 10.000 méteres időeredménye javuljon. Megvizsgáltuk tavaly az Európa-bajnokság után, hogy mik azok a képességek, ami kell ahhoz, hogy akadályfutásba a felnőtt Európa-bajnokságra a szintet meg teljesíteni tudja. És arra jutottunk, hogy az összes egyéni csúcsa közül talán a összehasonlításképp a leggyengébb az a 10.000 méteres egyéni csúcsa volt. Úgyhogy mi az egész telet és a vírus alatti időszakot arra használtuk föl, hogy nagyon-nagyon sok hosszú résztávot csináltunk. Aminek meglett az eredménye, mert ebből a 3000 méter akadályon is profitált. Hisz ebben a versenyek nélküli pandémiás időszakban is tudta faragni a másodperceket Szemerej Levente. Azt mondja, ha nyár elején nem támadja meg az allergia, akkor szorosabb lett volna a 3000 akadályon a kecskeméti Palkovics Istvánnal az aranycsata a felnőtt OB-n. Június elején volt egy versenyem még Szerbiában, és már azelőtt egy héttel és azután kezdett el jobban az, hogy valami nem volt jó velem, és utána kiderült pár héttel rá, hogy allergiás vagyok, pár dologra, parlagfűre, meg több dologra, és akkor ott azután így augusztus közepén tudtam újra elkezdeni edzeni teljesen. Ott már a korosztályos országos bajnokságon már látszott, hogy kezdek visszatérni, és ott az országos bajnokságon meg majdnem egy egyéni csúcsot futottam akadályon, és 5000 méterre meg egyénit futottam. A rivalizálás pikantériája, hogy Palkovics felfedezője edzője a volt szekszárdi kiváló hosszú távfutó edző Németh Gyula, aki még itt Szekszárdon Szemerejnek is elindította a pályáját. Sőt, Szemerej jelenlegi edzőjének, Szőke Gergőnek is a mestere volt Németh Gyula. Ebből a rivalizálásból a magyar atlétika mindenképpen profitál. Két nemzetközi szinten is produkálni képes középtávfutó a láthatáron, Szemerei a 3000 akadályon nem csak 9 percen belül akar teljesíteni már jövőre, hanem megfutná a felnőtt nemzetközi szintet, ami jelenleg 8 perc 40 másodperc körül van. Az utolsó versenyén már 20 másodpercet javított az idei legjobbján, úgyhogy Leventének nagyobb vágyai vannak, mint a 8-assal kezdődő akadály, tehát ő szeretne jövőre az utánpótlás Európa-bajnokságon éremért futni, hogyha már tavaly negyedik lett a junioron, akkor a korosztályváltás után meg szeretne egy nemzetközi érmet szerezni, illetve hát ő nem titkolja, tehát ő szeretne felnőtt nemzetközileg elismert versenyző lenni, úgyhogy szeretne esetleg majd egy Európa-bajnokságra, később világbajnokságra vagy olimpiára kijutni. Így Szemerej Levente látókörében már ott van a 2023-as felnőtt budapesti atlétikai világbajnokság is. Nem bánná, ha még Palkovicssal is meccselnie kellene a 3000 méter akadály, vagy éppen a 10.000 méter döntőjében.